Kacsó Albert és családja már több mint 10 éve Fejér megyei lakos. 1989-ben a székely emberek hitével és kitartásával kerestek új hazát Magyarországon, hátrahagyva szülőföldjüket, székelyföldet és rokonaikat. Új otthonra a Fejér megyei kis településen Zámolyon leltek, ahol később kialakította fafaragó műhelyét Kacsó Albert. Kacsó Albert szerint a fafaragáshoz elengedhetetlen a fa tisztelete, szeretete. Ezt az érzést a fafaragó még családjából hozta magával, hiszen szülei és ősei egyaránt olyan szakmát választottak, mely során életformájukká vált a fa megmunkálása. Nagyapám, meg dédnagyapám asztalos volt, édesapám ő esztergályosként dolgozott. Most már ő nyugdíjas, de ő is azért megtanulta annyira az asztalos szakmát, hogy az épületasztalosságot meg tudta csinálni. Talán a vérünkbe hoztuk ezt a fa szeretetét. Ki segített önnek elindulni 30 évvel ezelőtt? Hát ez úgy kezdődött, hogy 6. osztály utáni nyári vakációba egy gyalogtúrán, ugye annak idején a pionírok, egy ilyen népművészeti vagy néprajzkutató gyalogtúrán vettem részt, székelyudvarhelyi pionírháztól, és a Vargyasi, Nagybacon, Kisbacon ezt a vidéket jártuk be, temetőkbe kopjákat rajzoltunk, meg templomajtókat, meg jártunk népművészeknél. A sütő Béla bácsi Vargyason, akinél megérintett a faragás lehetőségének a szele. Később ugye mégse ezt a pályát választotta, miért? Hát annak az idő, abban az időben ez nem szerepelt úgy, mint egy lehetőség, mint megélhetési lehetőség, tehát pálya. Szakmai téren egy pálya nem lehetett. Azt mindenki tudja, hogy a szocializmusnak az a része ezt a lehetőséget nem biztosította. Hát mindenki bőliparost akartak csinálni, azért belőlem is fémforgácsoló lett, mint tanult szakma, de a fával azzal mindig foglalkoztam. Kacsó Albert jelenleg egy nagyobb műhely felállításán dolgozik. Korábbi műhelyét, melynek különlegessége, hogy itt a saját maga által készített szerszámokkal dolgozik, már kinőtte. A fő foglalkozás az fafaragás, ehhez sok gép nem szükséges, ezért inkább kézi szerszámok, gyalupad, vésők, egy pár kisgép, kézigép. A fafaragó korábban csak olyan dísz és egyben használati tárgyakat készített, melyek megmunkálása igen időigényes volt, s bár a munkák iránt folyamatos volt az érdeklődés, a fizetőképes közönség köre igen szűk volt mégis. Logikai, képességfejlesztő játékokat 1995-től készít a faszobrász. Az új munkák azonban új technikát és új formákat igényeltek. Úgy váltottunk át játékgyártásra, faragás helyett, mivel hogy a faragás az szép, tetszik mindenkinek, csak az, aki meg tudná fizetni, az nem ezt igényli, akinek meg vonalra igénye, az még nem tudja megfizetni. És többször hazajöttünk pénz nélkül, meghívtak egy-egy ilyen népművészet is vásárba, és rá kellett jönni arra, hogy valami olyasmit kell csinálni, ami apróbb, meg sok kell belőle, hogy meg is lehessen jönni. Van, amit mi terveztünk, van, hogy úgy jön az alapötlet valaki mástól, vagy valahol meglátunk valamit, és abból megpróbálunk egy másikat. Vagy egy meglevőt továbbfejleszteni. Ez mindig a véletlenen múlik. Milyen logikai játékokat készít? Hát legtöbbjük 8 évesnél nagyobb gyerekeknek való, mivel hogy nagyon jó térlátás szükséges hozzá. Kicsik is megpróbálkoznak vele. Csináltunk egy időben állatfigurákat, összerakósokat, de most már nagyon sokan gyártsák, úgyhogy nem fogjuk tovább
ezt csinálni, mert az ember addig gyerek, míg él, csak nagy gyerek. És ezért úgy vagyunk, hogy ha a szülő megfogja a játék, akkor megveszi a gyereknek is. A nemes fákat, azokat úgy szerzem be, valahol kivágnak egy-két diófát, szólnak, hogy el lehet hozni, vagy meg lehet venni. Meg elég sokan ismernek most már, hogyha ilyesmi van, akkor szólnak, hogy van. Hát a száradásnak kell egy pár év, de mindig előre kell gondolkozni. Ezekhez a logikai játékokhoz milyen fa szükséges, miből készülnek ezek, milyen fából? Csináljuk cseresznyéből, dióból, bükkből. Van, amelyik bükkből a legjobb, mert ahhoz lehet leginkább hozzájutni, meg elég jó megmunkálható. A logikai játékok mellett Kacsó Albert továbbra is készít különböző dísztárgyakat. Legkedvesebb számára az a 19 éves korában készített csillár, mely ma is házuk egyik jeles dísze. A lámpák mellett azonban szívesen foglalkozik bútorok, hordók, tükrök faragásával is. Kezdtek visszajönni a régi típusú bútorok, és azokra díszeket, akkor van, aki néha van, hogy egy-egy bútort is ki kell faragni. Ja, nem vagyok asztalos, ezért mindig úgy van, hogy asztalos megcsinálja a bútort félkészre, hozzánk a próba kifaragom, és akkor úgy majd összerakják. A 2001. évi Fejér megyei népművészeti kiállításon Kacsó Albert és a fafaragó fiának alkotásai egyaránt szerepelnek. A népművészeti alkotások tárlata december 22-ig tekinthető meg a megyei művelődési központ galériájában.